Óriási károkat okozott a vihar Gyulajon október első hétvégéjén. Egy szupercellának nevezett természeti jelenség söpört végig a településen, ami több, mint egy tucat háznak a tetőszerkezetét jelentős mértékben megrongálta. A gyulai önkormányzat és a helyi roma nemzetiségi önkormányzat munkatársai mindent megmozgattak annak érdekében, hogy minél előbb helyre tudják hozni a károsodott ingatlanokat. Az országos és a Tolna megyei roma nemzetiségi önkormányzattól is jelentős támogatást kaptak. Próbáltak segíteni építőanyagba, meg a házak fel, ugye a tetőlécekbe, hát ennek a helyreállításába. Ugye nem új házakat akartunk itt építeni, hanem helyreállítani a nagy károkat, amiket okozott itt a vihar, és ebbe ők nagy segítséget nyújtottak. Hát részbe vett ebbe a helyi lakosság is, akiket érintett ez a katasztrófa, összefogtak a családok. A környező településekről is tömegével érkeztek a civil segítségek, többen nagyobb tűzéptelepeket kerestek fel, és olyan vállalkozókat, akik építési anyagot tudtak adományozni a bajba jutott családoknak. Pongó Ignác pedig az Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől kért segítséget. Ezzel kapcsolatban ismertettem az elnök urat, és abban a pillanatban egy gyors segélyt utalt ki 300 ezer forint értékben Gyulajnak, amiben természetbeni juttatást kellett, hogy vásároljunk, mert az Országos Cigány Önkormányzatnak nincs arra lehetősége, hogy pénzbeli támogatást adjon. A gyulai bajba jutottak híre Hollandiába is elért, ahol 350 ezer forintnyi adományt gyűjtöttek össze, és utaltak át a helyi roma önkormányzat számlájára. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó példája annak, hogy itt a roma és a nem roma lakosság, hogy tud együtt dolgozni, együtt élni, és hogy tud tovább is együtt lenni és együtt fejlődni. A polgármester azt mondja, az önkormányzat mindenben támogatja a családokat, ameddig szükséges, a közmunkások is azon dolgoznak majd, hogy a károkat teljesen elhárítsák.